Minden évben november 27-én tartjuk a véradók napját. Most már 1989 óta hagyományoz Magyarországon, és a mai napon azokat a véradókat díjazzuk elsősorban, akik ebben az évben jubiláltak, tehát 10., 15., 20., 25., 30., valamiféle kerekszámot értek el az idei évben. Idén például lesz egy 120-szoros véradó hölgy is a vendégünk a mai estén. Ezen túl gyakorlatilag mai este célja még az, hogy köszönetet mondjunk a véradóknak, akik önzetlenül jönnek, van, aki évente, ahányszor csak lehet vért adni hozzánk. Ez a 100-szoros véradás az nem nagyon sok? 120-szoros, és de nagyon sok, és nagyon szép példa. Hát itt egy idős hölgyről van szó természetesen, aki már nem is nagyon fog tudni vért adni az életkorából adódóan. Nagyon sok, de sajnos olyan szempontból gond van, ugye országszerte ezt tudjuk, napi 1800 véradóra lenne szükség ahhoz, hogy tulajdonképpen magát a rendszert fent lehessen tartani, minden műtéthez legyen vér, minden balesetnél legyen vér. Ez igen nehezen hozható szám, sajnos. Itt Piliscsabán most nagyon jól működik a szervezet. Két éve foglalkozunk mi, mint Piliscsaba Vöröskereszt alapszervezet véradás szervezéssel. Ezzel a 20-25 fős véradásokból most már stabilan 50 fölé hozzuk a számokat minden alkalommal. Volt 70 fős véradásunk is az idei évben, úgyhogy most már egyre magasabbra tesszük a lécet. Ez nagyon fontos, mert az utánpótlás rendkívül fontos. Nagyon kevés a fiatal, aki vért ad, nagyon kevés az első véradás. Adó, és a következő évet, tehát a 2019-es évet azt igyekszünk majd fiatalokra fókuszáltan levezényelni. Vöröskereszt alapfeladatai között a véradás szervezésen kívül az elsősegélynyújtás népszerűsítése áll. Az elsősegélynyújtás népszerűsítését azt főként városi rendezvényeken, nyári táborokban szoktuk általában fiatalok körében, ambubabával tartunk bemutatót, de tartottunk már iskolában is komplett elsősegély bemutatót, egész, majdnem egész naposat. Tartottunk már sporttáborban is elsősegély bemutatót gyerekeknek. Illetve még ugye a katasztrófa helyzetekben történő helytállás is az a feladatai közé tartozik a Vöröskeresztnek. Szerencsére erre még nem volt példa, és reméljük, hogy nem is lesz rá példa. Aki önzetlenül a vérét adja az embertársainak, az mindent tud a szolidaritásról. Aki vérét adja, az saját magát adja, teljesen, hálát és köszönetet nem várva. Aki vért ad, az életet ad, mert ismeri az élet örömét és fonákját egyaránt. Kedves vendégeink! A mai este a köszöneté. Az a sok száz ember, akinek az életét megmentették lelkes véradóink, nem tudtak már este eljönni, így ránk hárul az a szép feladat, hogy elmondjuk, köszönjük nektek, kedves véradók. Ti, akik itt vagytok most velünk, a véreteken kívül példát is adtok az embereknek, a gyerekeknek, a jövő véradóinak. Az egész társadalomnak példát mutattok, és ezért csak is hálát és köszönetet mondhatunk. Ma Magyarországon napi 1800 véradásra van szükség a biztonságos vérellátáshoz. Piliscsabán jellemzően egy-egy véradáson 50-70 közötti a megjelent véradók száma. Az 1800-hoz képest ez nem sok, de Teréz anya szavaival élve úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben, de anélkül a csepp nélkül sekélyebb volna a tenger. Ezen felül csodálatos azt látni minden egyes alkalommal, valamennyi általunk szervezett véradáson, hogy milyen csodálatos közösségformáló ereje van egy-egy ilyen rendezvénynek. Mindig sokan vagyunk, bárhol szervezzük is a véradást. Régi ismerősökkel találkozunk, akik kedélyesen beszélgetnek. A játszósarkokban gyerekek kézműveskednek. Vannak, akik szinte az egész délután nálunk töltik, és nagyon jól érzik magukat. Nekünk, a Piliscsabai Alapszervezet tagjainak pontosan ez a célunk, hogy valamilyen szinten közösségformáló erő is legyünk. Szeretnénk, hogyha a gyerekek is jó érzéssel töltenék el az időt nálunk, akár a véradáson is, hiszen nekik kell példát mutatnunk vele. Ha felnőnek, számukra már természetes és jó érzés lesz egy véradásra elmenni. Nem fognak tőle félni. Nagyon fontos, mert ők az utánpótlás, és mi időskorunkban tőlük fogjuk majd kapni a vért. Ehhez ti mutattok példát. Ezt köszönjük nektek. Köszönet illeti továbbá a véradások megszervezésében nyújtott segítségért és közreműködésért
az önkénteseinket, akik itt vannak most a teremben, név szerint szeretném felsorolni őket. Bácsfalusi Istvánné Ekmesz Marika, Bradák Ferencné Éva, Bradák Ferenc, Gáncs Niki, Peller Brigitta és Radnótiné Vörös Mara. Ők azok, akik segíteni szoktak a véradások megszervezésében, és akiket szerintem már így ismerősként köszönthettek itt ma is. Nagyon hálásak vagyunk továbbá Pilis Csaba város önkormányzatának, kiemelten a Pilis Csaba Vöröskereszt alapszervezet tagjának, Farkas András polgármester úrnak is, aki folyamatosan támogatja a munkánkat, valamennyi kezdeményezésünket és városi rendezvényeken való közreműködésünket is. A véradások helyszíneit, a berendezés odaszállítását is folyamatosan koordinálta és felügyelte, és köszönjük szépen azt is, hogyha bármilyen aprósággal fordulunk hozzá, vagy felhívjuk, akkor mindig tud időt szánni ránk, és mindig meghallgatja a problémáinkat, és segít is nekünk. Nagyon örülünk ennek a kiváló kapcsolatnak. Pilis Csabán azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontosak a közösségek. Egy nagyon sokszínű településről van szó, és ahhoz, hogy ezt a sokszínűséget fent tudjuk tartani, hogy ez a sokszínűség, ez kreativitást hozzon a hétköznapjainkban, azt a közösségeken keresztül tudjuk megvalósítani. És egy ilyen közösség a véradóknak a közössége és a Pilis Csabai Vöröskereszt alapszervezet. Azt gondolom, hogy a családok után a közösségek az a lépték, amelyek a legfontosabbak a társadalomban ahhoz, hogy a társadalom valóban éljen és működjön, és kialakuljon az emberek között egy olyan segítőkészség, ami fent tudja tartani a jövő számára a társadalmat. Az itteni alapszervezet 2016-ban alakult, én magam is tagja vagyok. A város minden részéből vannak tagjai ennek az alapszervezetnek, aminek külön örülök, hiszen egy eszköz arra is, hogy a várost, ezt a sokszínű várost összefogja. Egyébként pedig 1987 óta szokás az országban az, hogy a véradókat ünnepeljük november 27-én. Az első kitüntetéseket Magyarországon 1954-ben adták át. Azért is példamutató az itteni szervezetnek a munkája, mert hogy országosan csökken a véradók száma, miközben Pilis Csabán pedig ennek az alapszervezetnek köszönhetően folyamatosan nő. És ugyanez mondható el országosan is, hogy sajnos egyelőre csökken, illetve görekszik a társadalom, egyrészt létszámban is csökken a népesség, másrészt pedig egy előregedési tendencia is van, ami javul, fokozatosan javul a különböző kormányzati intézkedéseknek köszönhetően, de még mindig így is évről évre, mondhatnám, hétről hétre kevesebben vagyunk, és ezt lassan tudjuk megfordítani, ezt a folyamatot. Pilis Csaba ebben is élen jár, hiszen itt, hála Istennek, nagyon sok gyereket vállalnak a családok, és ez a két tendencia együtt mutatkozik meg, egyre több a gyermek a családokban, és egyre több a véradó. Hogyha megnézzük az elmúlt éveknek, vagy akárcsak az elmúlt évnek az önkormányzati prioritásait, akkor azt láthatjuk, hogy a család, az egészség, a gyerekek kiemelten fontosak a város számára és a képviselőtestület számára. Gondoljuk csak arra, hogy idén adtunk át egy új óvodát, amivel ugye a családokat tudjuk támogatni. A tavalyi évben adtuk át a felújított orvosi rendelőt, amivel az egészséget tudjuk támogatni. Minden évben megrendezésre kerül az egészségnap, és a játszóteret is most adtuk át alig egy hónapja, mivel szintén a családokat és a gyerekeket szeretnénk segíteni, de ide tartozik a faültetés is, amit évről évre folytatunk, hiszen ezeket a kisfákat is a jövő generáció számára ültetjük el, és annak érdekében, hogy egy egészséges társadalom és minél több véradó legyen itt Pilis Csabán a jövőben. Érdemes arra is gondolni véradóként, és ez inkább azoknak üzenem, akik véradók lesznek a jövőben, hogy az egészség megőrzésben is nagyon nagy szerepe van a véradásnak, hiszen ilyenkor mindig van egy orvosi vizsgálat, ahol kiderül, hogyha az embernek esetleg valamilyen problémája van, utána tud menni ennek a problémának. Másrésztről pedig azzal, hogy vért adunk, azzal csökkentjük rendszeres véradóként a stroke-nak a kockázatát is. Tehát mindenkinek ajánlom, hogy legyen véradó, mert azon túl, hogy a társadalmat segíti, másokat segít, saját magának is segít a véradással. Köszönet illeti a véradókat, köszönet illeti az önkénteseket, akik dolgoznak ebben a munkában,
és köszönet illeti mindazokat, akik részt vettek a mai estének a szervezésében, illetőleg a Vöröskereszt alapszervezetnek a munkájában. És hát ezúton szeretném kifejezni a köszönetemet mindazoknak, akik véradóként segítik a társadalmat, segítenek másoknak, mert ők azok az önkéntes, visszavonult, vagy hát hogy mondjam, visszahúzódó hősök, akik olyan szolgálatot tesznek a társadalomnak, amit csak kevesen tudnak megtenni. Kívánok nektek további sok erőt a munkátokhoz, és kívánom, hogy minél több véradó legyen Pilis Csabán, és ti is folytassátok egészséggel ezt a véradó tevékenységet. Köszönöm szépen!